A Budapesti Operett Színház népszerű színésze Dolhai Attila hős szerepek egész sorát alakította a színpadon. Életének mégis talán legmerészebb vállalása az volt, amikor szerepeit levetkőzve magánemberként állt ki a nyilvánosság elé, és az 52. Nemzetközi Eukarisztikus Kongresszus hírnöke lett. Kellő rálátással életútjára és művészetére a színház tetőteraszán beszélgettünk vele. Mindig is könnyen beszéltél a hitedről? Bizonyos berkeken belül igen. Tehát a családon belül a hit megélése az teljesen természetes dolog volt, hogy erről beszélünk, hogy esetleg mit hallottunk vasárnap a predikáción, de ezt nem csak gyerekként, hanem felnőttként a saját gyerekeimmel is. Ez tulajdonképpen egy rutinszerű életszituáció. Nyilvánvalóan a nagy közönség felé ez egy sosem titkoltam, de nem valahogy volt bennem egy félsz, hogy mi van, hogyha kiteszem magam egy ilyen, hogyha kiteszem a hitemet, hogy esetleg az, hogy bánthatnak, nem bánthatnak, szabad-e, nem szabad-e, magánügye, nem magánügye. A színházban is nagyon fontos, hogy higgyünk bizonyos dolgokban, higgyünk azt, hogy elérjünk valami célt a munkánkkal, higgyünk azt, hogy bár nem kézzelfogható, amit átadhatunk a közönségnek, mégiscsak fontos, amit közölni szeretnénk. És az azért sosem veszélydött el ez a dolog, és természetesen megéltem magánemberként ugyanúgy a hitemet, mint előtte. Ugyanakkor a NEC-nek a meghívása, az Eukarisztikus Kongresszussal való meghívás, hogy én ott hírnök lehetek, az engem mérhetetlenül felszabadított ez alól a tulajdonképpeni emberek, vagy saját magam által rám pakolt bilincsektől. És úgy éreztem, hogy végre meg kiállhatok és elmondhatom, hogy én ezt hiszem. Attól soha nem féltél, hogy megosztja a közönséget, ha te kiállsz és elmondod, hogy miben, kiben hiszel? Azon gondolkodtam ma reggel, miközben jöttem ide hozzátok, hogy miről kellene beszélgetnünk, gondoltam, hogy a Eukarisztikus Kongresszusról is fogunk, és hogy tulajdonképpen miért fontos akár a hitünk, akár az, hogy megélhessük, akár hogy nyilvánosan megélhessük a hitünket. És pont ez a szó, amit most az imént mondtál, hogy félünk-e megvallani a hitünket, vagy nem félünk-e megvallani a hitünket. Sok esetben az embereket a félelmeikből fakadó motivációk irányítják. És ezért a félelem miatt bezárkózunk, a félelem miatt nem merünk mondani dolgokat, mert mi van, ha? Mert mi van, hogyha engem ezért megszólnak? Mi van, hogyha ezért engem bánthatnak, vagy mi történik akkor? És ez nem jó, hogy az embert félelem irányítja. Ez az egyik, a másik pedig az, hogy amire így rátaláltam az Eukarisztikus Kongresszus kapcsán, hogy hírnökként miről kellene beszélnem, akkor a második János pápa jutott eszembe, hogy végig a szeretetről, a szeretetről, a szeretetről, a szeretetről. És ha a szeretetről beszélünk, a Jóistenről beszélünk, akkor arról beszélünk, hogy mi mindenben segíthet nekünk a Jóisten, mi minden örömet okozhat nekünk az életünkben, mennyi erőt meríthetünk belőle, akkor egy segítségnyújtást adunk az embereknek, és azt nem szokták visszautasítani. Vagy nem bántanak az emberek azért, hogyha az ember szeretettel fordul a másik felé. Akármilyen vallású, akármilyen hitű is. És ez volt a fő motiváció, vagy a fő csapás irány, hogy mindig arról beszéljek, hogy nekem hol segített a szeretet. A színházban is téma volt az Eukarisztikus Kongresszus. Olyan kollégákkal beszéltem a hitemről, akik kíváncsiak voltak arra, hogy mi ez, a hírnökség, akik megkérdezték, hogy tényleg jársz vasárnaponként templomba. És ez eddig nem volt téma, mert kollégák vagyunk, csináljuk a dolgunkat, de mégiscsak ez szerintem egy nagyszerű dolog, hogy egy ilyen esemény kapcsán az ember nem csak a nagy világ előtt, nem csak a televízió és az internet világa előtt nyílhat meg a hitére, hanem közvetlen a mellettünk élő emberekkel tudunk beszélni erről. Azt hiszem ez az útja lehet annak, hogy még többen a szeretetben, azaz a Jóistenben higgyünk. Zajlik le egy színész telkében olyankor,
amikor a meggyőződésével szögesen ellentétes mondatokat kell kimondani színpadon a szerepe szerint. Itt van például az István királyból a koppány szerepe, hogy abszolút ellene megy a kereszténység ellen. És, de megvan a saját igazsága, ami mögé, emberileg mögé lehet állni. És ez semmivel se rosszabb erkölcsileg, mondjuk, mint a István igazsága. Szerintem mindannyiunkban van ilyen lázadás, főleg egy bizonyos életszakaszban. Tehát azt gondolom, hogy, a lázadás, tehát hogy az emberi korszakoknak, vagy az élet szakaszoknak megvannak a saját jellegzetességei. Ez ilyen lázadásom elsősorban a fiatal felnőttkor, a serdülőkorban zajlódott, ahol igenis, amikor szembe mentem a szüleimmel, és szembe mentem a vallásommal nem, de azért az emberek, esetleg emberek által képviselt dolgokkal nem értettem egyet. Nincs vissza út, hisz Isten már a harcra készül, idegeneket hív, magyarok ellen segítségül, fogánynak tartanak, pedig Bizánc jelét magamra vettem, csak az volt a cél, hogy szabadságunk megőrizzem. Fogánynak tartanak, mert nem tűröm a papok hatalmát. Őt kiáltanak, a szabadságát méri az ország. Fogánynak tartanak, mert szembeszállok a hódítókkal. Fogány itt mindenki, ha be nem van, és nem Istvánnal. Amikor fiatal pályakezdőként kijön az ember a színészeti egyetemről vagy főiskoláról, akkor más sem akarunk, mint megváltani a világot a saját művészetünkkel. Hát ez egy nagy kérdés, hogy az ego van előrébb, vagy hogy van ez? Szokták mondani a színházban, a fontos az alázat. Hol van ebben az alázat, hogy akkor gyakorlatilag az egónkat visszük, vagy a művészetünket visszük, vagy mi mögé, mi körül kerül, ez nagyon... nagyon zavaros víz, és nem lehet igazán tisztán látni. Csak az együttműködés, a kölcsönös együttműködésnek a szeretetére hagyatkozhatunk, hogy ez nem a másik kihasználása, hanem valami tényleg valami nemes ügyért megyünk oda. Hiszen olyan dolgokat is megcsinálunk már akasztó fel, meg nem tudom, sok-sok mindennek vére kenjük össze az magunkat a színpadon, ha csak a Kódus operára gondolok, az sem elsősorban egy keresztény értékrendeket való történet. Úgyhogy sok esetben kerülünk olyan helyzetbe, amikor esetleg vívódunk, aztán ezt a vívódást gyakran a saját életünk feladatai, vagy az előttünk álló terhek, vagy a számlák, vagy a nem tudom micsodák valahogy átsegítenek rajta, vagy éppen az, hogy megpróbálunk valami rendet tenni, és akkor a jó Istenhez fordulunk, hogy akkor hát ezt még megcsinálom, de segíts, hogy tudjak hitelesen odaállni.